Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója. Február 17-e, Emőd és Elek névnapja van. 1600-ban Róma piac terén eretnekként mággyal megégették Giordano Bruno filozófust, szerzetest. 20 éve meghalt Vas Albert, erdélyi magyar író és költő. Most következzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. 600 külhoni magyar részvételével családi napot tartottak Budapesten. 10 évvel ezelőtt kiáltotta ki függetlenségét Koszovó. Torlódás várható a magyar-szerb határátkelőkön holnap. Eddig 5-en haltak meg kanyaró következtében Szerbiában. Hatszáz határon túli magyar érkezett a hétvégén Budapestre az Országházba, hogy együtt ünnepeljen a családi napon, amit a magyar kormány és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége szervezett. Az ünnepségen a támogatásokról, a közös programokról is szóltak, a külhoni magyar közösségek politikai képviselői pedig rámutattak azokra a nehézségekre, amelyek a külhoni magyarok mindennapjait nehezítik. A családi nap mellett nemzetpolitikai kérdéseket taglaló konferenciát is szerveztek a Magyar Országházban. Szó volt a nemzeti kisebbségeket érintő gondokról, azok megoldásának lehetőségeiről. Minden elszakított nemzetrész esetében más és más problémák állnak fenn, amelyekkel meg kell küzdeni a közösségnek, hangzott el a rendezvényen. A családi napra Vajdaságból két autóbusszal mintegy 90-en érkeztek. A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége igyekszik csokorba fogni a vajdasági nagycsaládokat. Vannak különböző családgondozási programjaink, fontos az, hogy a családokat valamilyen szinten bátorítsuk és nyugtassuk, hiszen nekünk szétmennek a családok külföldre, ha nem tartsuk valamilyen módon őket össze. A magyar közösség megmaradásának kulcsa a családalapítás, jelentette ki Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke. Megerősítjük magunkat abban, hogy igenis a házasság az, ami a jövőt jelenti, és a házasságnak a következménye a gyermekvállalás, és tudjuk azt, hogy ez a megmaradásunk kulcsa. 2018-at a magyar kormány a külhoni családok évének szentelte. Több támogatást is igényelhetnek idén a külhoni magyar családok, ilyen egyebek között a babakötvény és az anyasági támogatás is. Ha fizikailag már nem is vagyunk egy test, akkor is ott van közöttünk ez a köldökzsinór, és ha már nem is feltétlenül fizikai értelemben, de lelkileg, ahogy egy édesanyja és egy gyermek között, ez soha nem fog elszakadni, úgy az anyaország és az elszakított nemzetrészek között sem tud soha elszakadni. És nem is hagyjuk azt, hogy bárki azt gondolná, hogy ez a köldökzsinór, ez elszakítható lenne, ez mindig össze fog bennünket kapcsolni. A magyar kormány célja, hogy minden vegyes házasságban született gyermek járhasson magyar bölcsődébe, óvodába, különben elvesznek a magyarság számára, jelentette ki Potápi Árpád János, magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár a rendezvényen. A magyar jövő záloga a gyerekek, a magyar gyerekek, a magyar ifjúság és a magyar családok. Ez pontosan így van, hogyha a családokat meg tudjuk erősíteni, úgyhogy hogyha magyar gyerekek születnek, akkor mindig is lesz a magyarságnak jövője. Mi ezért dolgozunk Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében. A családi napon konferencia, előadások és kézműves bemutató is várta, mint egy 600 résztvevőt határon túlról és az anyaországból. A résztvevők népdalokat és magyar táncokat tanulhattak, és parlamenti körsétán vehettek részt. Ma kezdődött meg hivatalosan Magyarországon az országgyűlési képviselőválasztási kampány időszaka. A kampány a választást megelőző 50. napon indul, és a szavazás napján, április 8-án a voksolás befejezéséig tart. A hivatalos kampányidőszak kezdetére vonatkozó szabályozást az idő túlhaladta, ma már gyakorlatilag szinte folyamatos, választástól választásig tartó versengés folyik. Több párt a kampány kezdetétől függetlenül már jóval azt megelőzően bejelentette részvételét, ismertette programját. A Magyar Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria gyakorlata szerint csak a hivatalos kampányidőszakban végzett politikai tevékenység számít kampányolásnak. Ezekkel kapcsolatban lehet a választási szervekhez fordulni. A kampányidőszakon kívüli szórólapozás, plakátolás, a választók közvetlen megkeresése nem tekinthető kampánytevékenységnek.
Aláírta a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezést a határon túli magyarok jogaiért ma Németh Zsolt, a Magyarországgyűlés külügyi bizottságának elnöke, Budapesten a Kárpát-medencei középiskolások vezetőképzője keretében. Az eseményen a kezdeményezést Németh Zsolt össznemzeti ügynek nevezte, és kiemelte, olyan jogok megszerzését tűzi ki célul, amelyek elvezethetnek egy európai kisebbségvédelmi rendszer kialakításához. Az elnök elmondta, hogy április 3-áig 1 millió aláírásnak kell összegyűlnie ahhoz, hogy elindulhasson a folyamat az Európai Unió szerveinek bevonásával a kisebbségvédelmi rendszer megvalósítására. Ma 10 éve, hogy kikiáltotta függetlenségét Koszovó. Szerbia déli tartományát 116 ország ismerte el önálló államként. Erről a számról azonban megoszlanak a vélemények. Az Európai Unió továbbra is semleges ebben a kérdésben, annak ellenére, hogy 23 tagországa elismerte Koszovó függetlenségét. Az EU nyugat-balkáni stratégiájában az áll, Koszovónak van lehetősége fejlődni a stabilizációs és társulási megállapodás végrehajtásán keresztül, valamint előre mozdíthatja európai útját, amint azt a körülmények lehetővé teszik. Belgrád és Pristina között folynak a párbeszédek, azonban Szerbia eddig még nem ismerte el annak függetlenségét. Burundi visszavonta Koszovó függetlenségének elismerését. A kelet-afrikai ország döntését Ivica Dačić szerb külügyminiszter ismertette rendkívüli sajtótájékoztatón. Dačić a koszovói függetlenségről szóló egyoldalú nyilatkozat 10. évfordulóján azt mondta, Szerbia folytatni fogja az állami és a nemzeti érdekei melletti harcot. Nem jelentünk nagy erőt, de mindenképpen erősebbek vagyunk Koszovónál, hangsúlyozta a szerb külügyminiszter. Koliko je krhka takozvana nezavisnost Kosova, koliko je lažna lista koju organi Kosova prikazuju svojim građanima. Kao što ste čuli, oni su rekli da je to 116. zemlja koja je priznala Kosovo. Ja bih pozvao prištinske vlasti da pokažu papire svih tih 116 zemalja. Na toj listi se nalaze zemlje koje uopšte nisu priznale Kosovo. A Nyugat-Balkán országainak még az Európai Uniós csatlakozás előtt rendezniük kell a határokkal kapcsolatos vitáikat, jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Mindenek ellenére az EU továbbra is biztosítja az európai perspektívát a régió országai számára, szögezte le. Az EB elnöke a Reutersnek azt nyilatkozta, a Nyugat-Balkánon számos határkérdés vár még megvitatásra, ezeket azonban rendezni kellene, mielőtt egy újabb lépést tennének a csatlakozás felé. Vasárnapra és a ma esti órákra várhatóan ismét nagyobb sorok alakulnak ki a magyar-szerb határátkelőkön, mondták az illetékesek. Főként a 15-i és 16-i állami ünnepek alatt külföldre utazott személyek hazaérkezése növeli majd meg a forgalmat. Szinte üres volt a Horgos-Röszke autópálya határátkelő szombat délelőtt. A kilépő és belépő oldalon is csupán néhány személyautó várakozott az átkelésre. Az ellenőrzés pár percnél nem tartott tovább. Vasárnap azonban várhatóan nagyobb tömegre kell számítani a határátkelőkön, ez főként azokat érinti, akik Magyarország felől érkeznek Szerbiába, mondják az illetékesek. Naši državljani su izašli za vreme naših državnih praznika, pa očekujemo njih povratak. Neki su se međuvremenu vratili, ali što ne mora da znači da mnogi su i ostali. Tako da očekujem. Ásotthalom irányába sem sorakoztak sokan szombaton dél körül. A Királyhalom-Ásotthalom határátkelőnél már több autó várakozik, mint az autópálya határátkelőnél, azonban itt is gyorsan haladnak, és még nem torlódott fel nagy tömeg. A hosszabb várakozás elkerülése érdekében indulás előtt mindenképp érdeklődjenek a www.polisz.hu oldalon, de a közösségi oldalakon is friss információkat kaphatnak.
A szerb kormány az idei évben is a bérek, valamint a nyugdíjak emelésére törekszik, jelentette ki Alekszandar Vučić, szerb államfő és a szerb haladópárt elnöke egy mai kampányrendezvényen Belgrád mellett. A költségvetési adatok alapján már látszik, hogy idén a közszféra bérei és a nyugdíjak is emelkedhetnek majd, tette hozzá. Mint mondta, az átlagfizetés Szerbiában 500 euró lesz az elkövetkező időszakban. Hangsúlyozta, hogy a megfelelő reformpolitikának köszönhetően a szerb államadósság 77-ről 57%-ra csökkent, ez pedig már a maastrichti kritériumok alatt van. Ez Szlovénia és Horvátország adatainál is jobb mutatónak számít, szögezte le. Eddig összesen 5 haltak meg a kanyaró szövődményeinek következtében Szerbiában, jelentette ki Zlatibor Lončar. A szerb egészségügyi miniszter elmondta, eddig összesen 2222 kanyarógyanús esetet regisztráltak az országban, közülük 268 esetben alakult ki komplikáció. 268 sa komplikacijama, ozbiljnim sa upalama pluća, 5 smrtnih slučajeva. Preko 30.000 dece još nije vakcinisao. Ovom prilikom apelujem na sve, ovaj problem ne može da se reši dok se ne vakcinišu deca. Nyugdíjas kártyák váltják fel az eddig alkalmazott nyugdíjas csekket Szerbiában, jelentette be Zoran Györgyevics, szociális ügyi miniszter. A szerbiai nyugdíjasok eddig egy csekkel tudták bizonyítani státuszukat, ezentúl ez megváltozik, és kártyákat alkalmaznak majd. Az új azonosítók nyomtatását az állam fizeti, és a nyugdíjbiztosítási alap fiók intézeteinél lehet felvenni, vagy kipostázzák a nyugdíjas címére, mondta a tárcavezető. A szerbiai RTV műsorában kifejtette továbbá, hogy a kártyák bevezetésével egyúttal kedvezményeket is igénybe vehetnek majd a nyugdíjasok. Imaće na njemu ime, prezime, filijalu u kojoj primaju penziju i imaće neki identifikacioni broj koji će ih vezivati u bazi podataka penzionog fonda. Taj dokument će važiti uz ličnu kartu. Mi ćemo probati kao ministarstvo, ali penzioni fond će probati da animira društveno odgovorne kompanije koje su u mogućnosti da žele da daju popuste našim penzionerima, da u što većem broju njima daju. Eddig megközelítőleg 500 ezer számlákkal teli boríték érkezett a Vedd el a számlát és nyerj elnevezésű játékra. A résztvevők száma lényegesen több lehet, mint tavaly, jelentették be az illetékesek. A játék célja a szürke gazdaság elleni hatékony küzdelem, továbbá, hogy a szerbiaiakat vásárláskor a számla elkérésére motiválja az állam. A Vedd el a számlát és nyerj játék első sorsolását március 1-én 17 óra 30 perckor tartják. Az eseményt a szerbiai RTV élőben közvetíti. Március első napján gazdára talál egyebek között 50 autó és 5 belgrádi és újvidéki lakás, de számos vásárlási utalványt is kisorsolnak majd. Bővebb információ az uzmiracun.rs címen található. Most pedig nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Magyar Kanizsán lépett fel a Kossuth-díjas Berec András és fia. Maradt térségünkben a változékony időjárás, havazás is előfordulhat. 12 kamionnal érkezett Szabadkára a Budapesti Magyar Állami Operaház, amelynek egyik legnagyobb vállalkozása a Kárpát-haza operatúra. Erdély és Ungvár után Szabadkán a sportcsarnokban lépnek fel, bő egy óra múlva. A társulat útra kelt, hogy teljes értékű opera és balett előadásokat népszerűsítsen a Kárpát-medence magyar lakta területein. A helyszínen van kolléganőnk, Bíró Tamara. Köszöntöm a nézőket, szervusz Aténe! Igen, itt vagyunk a helyszínen, Szabadkán a sportcsarnokban, ahol már javában zajlanak az előkészületek. 5 órától 6 óráig, ahogy mögöttem is hallható, éppen a főpróba zajlik. Ez a Budapesti Magyar Állami Operaháznak a Kárpát-haza operatúra elnevezésű úgymond projektje, amelynek keretében a határon túli magyar lakta területekre az operaház elviszi a klasszikus darabjait. Szabadkán a sportcsarnokban a mai este folyamán 7 órától Erkel Ferenc Hunyadi László operáját tekinthetik meg az érdeklődők, holnap pedig a Vígözvegy című balett változatot nézhetik meg. Akik szeretnének jegyet váltani, a jegyvásárlásról a Budapesti Magyar Állami Operaház honlapján is tájékozódhatnak. Nagy érdeklődésre számítanak, így már 6 órától elkezdik beengedni az embereket, az érdeklődőket. A Kárpát-haza operatúrának az egyik fő célja, mint már említettem, hogy a magyar lakta területeken
hogy a magyar lakta területeken népszerűsítsék ezeket a klasszikus előadásokat, így már jártak Erdélyben, vagyis Románia magyar lakta területein, de ellátogatnak később még Ausztriába és Horvátországba is. A szó a stúdiójé. Bíró Tamarának köszönjük szépen! A Magyar Szó élő újság sorozatának tegnap esti állomása Pancsova volt. Dél-Bánátban már hosszabb ideje nem lehet magyar újságot vásárolni, mégis sokan ellátogattak a helybeli Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület székházában megtartott találkozóra. Pancsován 1700 magyar él, körülbelül még ugyanennyien vannak a külvárosának számító Hertelendi falván. A magyar tannyelvű általános iskolai oktatása a városban a múlt század 60-as éveiben megszűnt. Csak a Hertelendi falvi testvériség egység általános iskolában vannak még magyar osztályok. Minden összeköttetés a többséggel nekünk élmény, de elvárjuk, hogy a többség ne csak ilyen alkalmakkor ilyen ritkán gondoljon ránk, hanem gyakrabban is, mert egy ilyen segítség mindig fellendülést jelent az itteni magyaroknak, egy kis lelket önt belénk. Rövid kultúrműsor után a Magyar Szó újságírói szerkesztői bemutatták napilapuk legújabb kiadványait, mellékleteit. Pancsován nem csak a magyar iskola, hanem a magyar szó is hiányzik. Csak postán késve juthatnak hozzá az olvasók. A napilap szerkesztősége egy jármű beszerzésével szeretné felújítani a 90-es évek elején felszámolt terjesztési vonalat. Amikor a nyomtatott sajtónak a példányszáma évről évre csökken, ha nem használjuk ki azt a lehetőséget, hogy valahol nagy az érdeklődés irántunk, hát azt hiszem, hogy ez nagy-nagy hiba lenne és nagy mulasztás. Egyébként a magyar szónak a példányszáma akkor növekedhetne, hogyha ezt a kérdést megoldanánk. A magvető a magyar szó egyik legnépszerűbb melléklete, mindig napra készen tájékoztatja a termelőket az őket érintő legfontosabb eseményekről. Az élő újságokon vendégeik is vannak. Ma este éppen a tartományi szintű újdonságokról hallottunk Ótot Robert részéről, a tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes részéről, aki betekintést adott az embereknek az idén tartományi részről felkínált visszanemtérítendő támogatásokról és egyéb kedvezményekről. A Magyar Szó február 22-én Óbecsén tart újabb élő újságot. Apja fia címmel tartott nagy sikerű este tegnap Magyar Kanizsán a regionális kreatív műhely szervezésében a Kossuth és Magyar Örökség díjas Berec András énekes mesemondó és fia István. Az eseményt teltház fogadta a tiszaparti településen. Az esemény iránt akkora érdeklődés volt, hogy szűknek bizonyult a Művészetek Háza színház terme. Sokan állva voltak kénytelenek végignézni a műsort, amelyben közreműködött a szabadkai Juhász zenekar is. Berec András a tőle megszokott jóízű beszédével, énekével és humorával kápráztatta el a közönséget, bár a nevettetésről sajátos meglátása van. Az év legszomorúbb napja az én esetemben a szilveszter, mert akkor ki van írva, hogy ma nevetünk. Én olyan szomorú szoktam lenni, hogy búvok a földbe. Az orromat be tudnám fúrni a földbe. De mikor körülöttem savanyú emberek vannak, szomorú emberek, akkor felszalad bennem a kis ördög, és addig nem nyugszok, míg valahogy meg nem tudom csiklandozni őket. Berec István furulyán kísérte édesapja énekét, de szólótánccal is meglepte a nagy érdeműt. István szerint édesapja nem csak a szóval, a tánccal is csodákat művel. Más fellépésekkel ellentétben érzem a hatalmát az emberi szónak, az, hogy a megfelelő helyekről összeszedett történetekkel olyan díszletet, olyan világot pakol a tánc köré, amiben teljesen más belépni. Ha édesapa 5 percet is beszél a tánc előtt, érzem, hogy a közönség már be van avatva valami olyanba, amiben más közönség nem. Az apja fia est óriási sikert aratott. Kár, hogy sokan lemaradtak róla.
Megnyugtatásul Berec András csak annyit mondott, mikor halljuk a hívószót, mindig szívesen jövünk. A Prezi újszerű online prezentációk elnevezésű képzésen vehettek ma részt az érdeklődők a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron. A Vajdasági Magyar Civil Szövetség már korábban is szervezett hasonló ingyenes tanfolyamokat a Magyarországi Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával. Céljuk, hogy a vajdasági magyarok minél több technikai ismeretet szerezzenek a mai modern világban. Ez egy viszonylag korszerűnek tekinthető prezentációs program, tehát prezentációt segítő program, habár itt az utóbbi időben voltak ezzel is változások, de igazából nem csak itt, nem kizárólag a Preziről van szó, hanem egyéb más olyan multimédiás eszközöknek a kezeléséről, amelyek a Prezibe beépíthetők, tehát ha éppen nem konkrétan Prezit akarunk használni, akkor is nagyon sok ismeret elhangzik itt. Család ellen nincs orvosság címmel vígjátékot mutatott be a Budapesti Közjegyzők színjátszóköre tegnap a Szabadkai Népkörben. A színdarab különlegessége, hogy a szereplők mindannyian hivatásos közjegyzők, munkájuk mellett hobbiként tekintenek a színészetre. A csapat 2011-ben alakult meg Rokolya Gábor ötlete alapján Budapesten. A Népkörben előadott darabot egy éven keresztül próbálta a társulat. A komédia egy kórházban játszódik karácsony előtt. Főszereplője pedig egy orvos, akinek élete hazugságokra épül. Mindenáron megpróbálja eltitkolni, hogy törvényen kívüli gyermeke született korábban. A színházi előadást Teltház fogadta a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központban. A Rokolya Gábornak az ötlete volt, hogy elsődlegesen a határon túli magyarokhoz vigyük el a darabjainkat, előttük lépjünk fel. Volt már jótékonysági fellépésünk is, illetve hát az is a cél, hogy egy kicsit az életünket, a munkánkat megismertessük, hiszen sokan idegenkedve fogadják azt, hogy vajon kik is azok a közjegyzők, mit csinálnak, és akkor szembesülnek azzal, hogy a közjegyzők nem csak egy unalmas szakma, hanem van mögötte egy ilyen társulat is, amelyik minden héten egyszer összejön. Most következzen a nap érdekessége. Dokumentumfilmet forgatnak az 1999-es NATO bombázásokról. Az előzetes megbeszélések már zajlanak az ismert amerikai színésszel, Johnny Deppel, aki várhatóan megjelenik a filmben. Március elején több mint 100 helyszínen forgatnak majd Szerbiában, Montenegróban, a boszniai szerb köztársaságban, ahogy szinte az egész Balkán-félszigeten. A tervek szerint 8 nyelven jelenik majd meg a film. A szerbiai premier után több, köztük a NATO országaiban is levetítik a dokumentumfilmet, amely bemutatja az áldozatok élettörténetét, ahogy az urán utóhatásait is. A híradó végéhez közeledve nézzük, milyen időre készülhetünk. Az elkövetkező napok változékony időjárást tartogatnak számunkra. Az előrejelzések szerint csapadékra lehet majd számítani, ami akár havat is hozhat magával. Jelentős lehűlés azonban már nem várható, ami azt jelenti, hogy 5-7 fok körüli maximumok lesznek térségünkben. Az elmúlt időszak változó, kiszámíthatatlan időjárása megnehezítette az emberek mindennapjait, és egészségükre is kihatással van. A legtöbben már várják, hogy enyhüljön a levegő, és érkezzen a kellemes, napsütéses időjárás. Sutra je prekosno suraki, da 3 stepena biće hladno. Ali opet, posle toga, opet toplo. Tako da očekujemo da prođe zima i da dođe proleće. To je najlepše godišnje doba. Čekuje se sad, evo, navodno treba da dođe proljeće i da će biti verovatno lepše vreme, što svi mi to očekujemo i želimo. A meteorológusok szerint még nincs vége a télnek, viszont hosszantartó mínuszoktól már nem kell tartani. Ami a további időjárást illeti, hát megmarad a téli változékonyság. Azt lehetne mondani talán a legjobb megfogalmazás, hogy késő télies idő várható az elkövetkező napokban. Úgy tűnik, hogy megmarad a változékonyság, úgyhogy már az éjszakai órákban csapadékzóna ér bennünket. Valószínűleg, hogy eső, esetleg átmenetileg havas eső is eshet. Ez a változékonyság megmarad, holnap délután ismét megjavul az idő, majd hétfő estétől egy újabb ciklon közeledik felénk, amely ismételten csapadékot hoz.
A hosszú távú előrejelzések azt mutatják, hogy az igazi tavasz várhatóan március első hetében köszönt majd be. Akkortól már 10 fok fölötti értékeket is mérhetünk majd. Zentán negyedik alkalommal rendezték meg az Only Lungs versenyt, amelynek keretében crossfit versenyzők mérhették össze erejüket és állóképességüket. A mérkőzésnek idén is a zentai sportcsarnok adott otthont. Földesi Csaba már nem először jár a zentai bajnokságon, Makuról érkezett és eddig nagyon szép eredményeket ért el. Erre a versenyre már harmadik éve járunk a csapatunkkal télen is, téli és a nyári fordulóra egyaránt. Itt számon tartjuk, szeretjük ezt a versenyt, nagyon mindig készülünk rá. Lőrinc tíme, a zentai Magyar Kamaraszínház színésze is részt vett a versenyen, bár megterhelőnek érezte az első kört, mégsem bánta meg, hogy benevezett a versenyre. Kíváncsiságból jöttem, meg azért, mert a Fit for Life klubba, ahova én járok, ott már többen megpróbálták, és úgy döntöttem, hogy mivel hogy olyan tornázós időszakon vagyok túl, hogy talán a kondimnak most a magas fokán vagyok az eddig életemhez képest. Tehát, hogy innen én még csak fejlődni szeretnék, de úgy, ahogy a tapasztalatokból kifolyólag, én most érzem magam a legfittebbnek, és ezért éreztem úgy, hogy most kipróbálom a versenyt. Montenegróból és Magyarországról is jöttek versenyezni vágyók, akiknek többsége hónapok óta készül erre a mérkőzésre. Igazából mi folyamatos fölkészülésben vagyunk. Az általunk vezényelt csoportos órák heti rendszerességgel vannak, amelyeken nagyon hasonló feladatsorokat szoktunk végrehajtani. Idén 120 jelentkező indult az erőt próbáló megmérettetésen, résztvevők három korcsoportban mérkőzhettek meg egymással. Ez egy olyan edzésforma, ami az egész testét még dolgoztassa, tehát minden izomcsoport meg lesz dolgoztatva, tehát először evezés lesz, tehát az inkább tüdőkapacitást teszteljük le, utána lesz súlyzós gyakorlat, tehát ott inkább az erőre megyünk, tehát hogy megpróbálunk egy olyan versenyt csinálni, ahol minden le lesz tesztírozva. A crossfit Amerikából származó sport, de ma már világszerte közkedvelt a mozogni vágyok körében, hiszen ez az edzésforma kitartást, fizikai erőlétet és kondíciót is igényel. Két magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó is döntőbe jutott a Pjongcsangi téli olimpia mai napján. A szegedi Jászapáti Petra a női 1500 méter elődöntőjéből második helyen jutott a fináléba, ott pedig a pontszerző hatodik helyet szerezte meg. Liu Shaolin Sándor a selejtezőt, a negyed döntőt és az elődöntőt is sikerrel vette 1000 méteren. A döntőben azonban ütközött és harmadmagával együtt kicsúszott. Végül az ötödik helyen ért célba, de a bírók szabálytalannak látták az esetnél és kizárták. A női 1500 méteres döntőt a dél-koreai Minyeong Choi nyerte, a férfi 1000 méteres távon pedig a kanadai Samuel Girard lett az olimpiai bajnok. Az alpesi sízők női szuperóriás műlesiklásában hatalmas meglepetésre a csehó deszkás Eszter Ledecka nyerte meg az olimpiai bajnoki címet, aki kölcsön kapott síléccel indult a versenyen. Eddig tartott mai híradónk, a nap kiemelt híreit lássuk még egyszer röviden. 600 külhoni magyar részvételével családi napot tartottak Budapesten. 10 évvel ezelőtt kiáltotta ki függetlenségét Koszovó. Torlódás várható a magyar-szerb határátkelőkön holnap. Eddig 5-en haltak meg kanyaró következtében Szerbiában. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. A pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. Maradjanak velünk, ugyanis rögtön kezdődik a Tenyerünkön a világ turisztikai magazinműsor, majd Ponteó, de lesz még Kalamár is, Zöld járőrség és Mesél a Pannon is. A Pannon Rádióban holnap egész nap jó zenékkel és óránkénti hírösszefoglalókkal várjuk Önöket. A Szabadkai Magyar Rádióban holnap Agrárvilág, Csendül a Nóta és Kíváns műsor várja a hallgatókat. Ne feledjék, 8 órakor friss hírekkel várom Önöket, addig is szép estét, viszontlátásra!